polgármester úr, 2020. januárjában hol tart az óvoda építkezése? Milyen munkálatok vannak még hátra? Hát az óvodával elég sűrűn foglalkozunk, és ennek azért egy gondolatot szeretnék ugye a múltjából is, hogy 2013-ban kezdtük ezt a programot. 2013-tól 2018-ig volt az időszak, amikor elkészítettük a terveket többször, és pályáztunk többször. Végül 2018-ban elnyertük a pályázatot. Akkor végig ment a közbeszerzési eljárásokon, az is közel egy évig tartott, mire a kivitelezőt megtaláltuk. 2018. decemberben kezdődött a kivitelezés, és 2019. decemberben kellett volna ugye befejezni. Viszont ez elég nagy építkezés és elég nagy föld alatti munkák voltak, hiszen több épület, például maga a tornaterm is félig a föld alatt van, és az épület lényegében háromszintes, ez nem egy kis óvoda, egy hadcsoportos óvoda, de nem is az a lényeg, tehát itt elég szűk határidők lettek meghatározva. Hát most utólag látszanak ezek a dolgok, plusz ugye begyűrűznek, hogy egy év alatt a építőiparban jelentős ármozgások történtek, és mi ugye, mivel a közbeszerzés van, nekünk tartani kell az árakat. A kivitelezés az most abban a stádiumban van, hogy március 15-ig van egy határidő, hogy addig műszakilag be lesz fejezve az óvoda. Ezután kezdődnek majd a használatbevételi eljárások. Most úgy néz ki, hogyha itt a építő cég összeszedi magát, és valóban most már zömében ilyen belső, ilyen gépészeti munkák vannak. A külső munkák úgy március elejére fognak ugye tolódni. Hát bízunk benne, hogy erre a határidőre legalábbis a munkák jelentős része el fog készülni. Abban egészen biztos vagyok, hogy a tavasz és a nyár folyamán el tudjuk azokat a használatbevételi eljárásokat végezni, amik szükségesek, és eltökélt szándékunk az, hogy a szeptemberi nevelési év már az új óvodában történjen, és eddig át is kell költözni. Sokan úgy látják, hogy hát most ezek haladnak, nem haladnak, hát ugye most bent dolgoznak az emberek, és ezek a gépészeti munkák már nem olyan látványosak, mint az, hogy felhúzzák a falat, meg éppen a óvoda fedését végzik, ugye cserepezését végzik. Hát azért én bízom benne, hogy hát ha olyan hozzáállásra vállalkozok, és megfelelő szakemberek itt megfelelő létszámban itt lesznek, ugye megfelelő segéderőkkel, most például a liftnek az építése folyik, hogyha valaki bemegy, látja, hogy ezek ilyen rejtett munkák, amit utcáról nem látszanak. Hát én bízom benne, hogy azok a határidők, amiket kitűztünk magunknak, azokat tartani tudjuk. Ezt a szeptemberi nevelésében mi föltétlen ragaszkodunk. Mi lesz a belső berendezés sorsa? Erre kész az önkormányzat? Persze, ez megvan a tervben. Hát ez a beruházás ugye egy bruttóba 530 millió, ez az épület, és ugye 662 millió az összberuházás, és ez ugye az önkormányzatnak az önrésze 262 millió, tehát 150 millió van arra, hogy a berendezéseket, amik a legfontosabbak, legszükségesebbek a működéshez, az irodák, akkor a nevelőhelyiségek, akkor a tornateremhez szükséges elemek, vagy a szabadtéri játszótér, akkor a két új csoportnak a berendezése, tehát ezek folyamatban vannak, vagy azon kívül van ugye a melegítőkonyhának a berendezései, hát ezeknek a szerződések megvannak, és amint olyan stádiumban van az építkezés, akkor ezeket leszállítják, és megfelelően beépítik az épületbe. Tehát gyakorlatilag itt szeptemberre a csoportszobák azok egy előírások szerinti szinten be lesz rendezve, az egyéb helység meg olyan szinten, hogy a működő képesség az irodák, meg hogy a működő képességet az föltétlenül biztosítani tudjuk. Az idei költségvetésbe akkor nyilván bele kellett venni, és szeptembertől az intézménynek a fenntartása. Ez mennyi összeget jelent havonta? Hát egyelőre azt a normát kapjuk meg a négy csoportra. Nyilván, amikor hat csoport lesz, akkor le kell igényelni a plusz normákat, és akkor szeptembertől azokat a normákat a központi költségvetésből meg fogjuk kapni.